Köszöntöm a Hírháttér nézőit hétfőn. Sportos témánk lesz. Az elmúlt hetek nagyszerű eredményéről már mi is beszámoltunk, hogy a GPC világbajnokságon két mosonmagyaróvári aranyérem született. Most itt van a két érintett, Molnár Tamás és Kis László, a Boton Dese versenyzői. Milyen szövetség ez a GPC? Kik indulhatnak ezen a versenyen? Ez a Global Powerlifting Committee, ez az angol neve a szövetségnek. Itt azok a versenyzők indulhatnak, akik a magyar profi ligának a magyar bajnokságán elindulnak, és olyan eredményt érnek el, amivel kvalifikálják magukat a világversenyre. Laci bácsi, mondhatom, hogy nem juniorkorú, mégis nagyon fiatal versenyzője a sportágnak. Mióta foglalkozol ezzel a szakággal? Hát aránylag későn kezdtem sajnos, mert a foglalkozásom miatt nem tudtam megengedni magamnak, hogy rendszeresen sportoljak, de mindig szerettem nagyon. Hát 17 hónappal ezelőtt kezdtem hozzá, akkor versenyeztem elsőre. Budapesten Fit Balance volt. Hát sikerült megnyernem, hát az nem volt egy olyan nagy verseny, de hazai verseny. Azért az erőemeléshez kell egyfajta fizikai adottság. Mivel foglalkozott korábban, mit sportolt? Hát én mozogtam egész életemben, de nem sportoltam, szóval nem jártam terembe, de szerettem a sportot, szerettem volna sportolni mindig, de nem tudtam, mert sofőr voltam, szóval gépkocsi vezető. És főleg most az utóbbi 20 évben buszvezető voltam, és amellett nem lehet sportolni, mert az kitölti az embernek az egész napját. És hogyan került le a Boton Dese versenyzői közé? Hát ennek már több mint két éve, hogy járok oda, de az elején meg se fordult az eszembe, hogy mint erőemelő sportoljak. Csak voltak egy pár korombeli kollégák, ott ilyen edzőkollégák, akik biztattak, hogy te erős vagy, menjél, versenyezél, mert a te korosztályodban te tudsz, te látszik rajtad, hogy erős vagy, és valahogy így kedvet kaptam hozzá, és szóltam a Sanyinak, a Freiman Sanyinak, és tavaly április óta rendszeresen versenyzik. Tamás, te vagy a fiatalabb itt a két fiatal ember között. Fiatalabb Masters. Gyakori az, hogy valaki viszonylag ilyen idősebb korban kezd el ezzel a szakággal foglalkozni? Nem azt mondom, hogy gyakori, de van rá nagyon sok példa, és ugye ez is mutatja a sportágunk szépségét, hogy valaki egész életét végig dolgozza, nyugdíjba megy, és akkor ezt az elfoglaltságot találja magának nyugdíjasként, és ugye ami a legszebb benne, hogy ennyi idősen képes fejlődni. Tehát ugye más átlag ember, aki nem sportol ennyi idősen, már nehezebben mozog, gyengébb lesz. Laci bácsinál meg azt látni, hogy évről évre erősebb, és én látom benne azt a potenciált, hogy jövőre akár ilyen 250 kiló környékére kerülhet. Te azért potenciálisan többszörös világbajnok vagy, illetve hát az év férfi sportolója, tehát te tudod, milyen az, amikor a sikereket ér el az ember. Amikor először találkoztatok Laci bácsival az edzőteremben, te hogyan fogadtad el? Talán nem is a teremben találkoztunk, vagy ott csak futólag. Inkább azt mondom, hogy az első versenyén segítettem Laci bácsinak ezen a Fit Balance-on, amit említett. Én akkor pont a pihenő időszakomat töltöttem, ez ugye 2015 tavaszán volt. Igen. Sőt, nem is pihenő időszak, akkoriban úgy voltam, hogy befejeztem a versenyzést, megnyertem, amit szerettem volna. És akkor Laci bácsi egy kicsit olyan elveszett volt az első versenyén, nagyon káoszos verseny volt, és akkor ott végig segítettem neki, jól sikerült a verseny, és utána egy fél éves időszakot együtt is edzettünk. Így van. Sokat segített, sokat tanultam tőle, azt hiszem a legtöbbet tőle tanultam. Na, kanyarodjunk vissza akkor Szerbiába, hiszen mégiscsak a világbajnoki címetek kapcsán vagytok itt a stúdióban. Hol volt pontosan a verseny, és mennyi nemzet erőemelőivel küzdöttetek, milyen fogás nem? Ugye a szerbiai Knjazevacba volt a helyszín, ez egy eldugott kisváros, és vagy 850 kilométerre volt tőlünk, közel a bolgár határhoz. Eredetileg nem ide tervezték a versenyt, csak egy fél évvel tehát Szerbiába tervezték, csak közelebb lett volna a határhoz, és valami oknál fogva ide került. Egy nagyon helyes kisváros volt. Hát azt pontosan nem tudom megmondani, hogy hány nemzet képviselte magát, de ha 27. jó...
27. Akkor Laci bácsi jobban tudja nálam. Tehát akkor 27 nemzet sportolói vettek részt. Milyen súlycsoportban indultatok? Korosztály szerint, hogy mind a ketten tudom, hogy masterszek vagytok, de mégis azért mondom, itt is vannak különbségek. Persze, itt van, a masterszen belül is vannak korcsoportok, mert ugye én nem versenyezhetnék a Laci bácsival együtt. Én ugye most lettem masters, tavaly múltam el 40, és akkor én a masters 1-es korcsoportba versenyeztem, és én, az én súlycsoportom a 100 kilós, mindig is abban versenyeztem. Laci bácsi egy kicsit feljebb, a masters 6-os korcsoport, és ő 82,5 kilóba állt rajthoz. Hogyan emlékszik vissza a Laci bácsi a versenyre? Bár megbeszéltük, hogy tegeződünk itt a beszélgetés előtt, és nehéz. Nekem is sokszor nehéz. Így beszélnem, szóval, hogy milyen, hogyan emlékszel vissza a versenyre? Hát nagyon kellemesen csalódtam, nagyon szépen meg volt rendezve a verseny. Minden első osztályú volt, így ahogy ami kellett, minden megvolt. A programok, a versenyek ki voltak téve a falra, minden. És a konkrét saját versenyzésed arra hogyan emlékszel vissza? Tehát minden úgy sikerült, ahogy eltervezted, és milyen hát súlyokat pontosan úgy sikerült, ahogy elterveztük a Sanyival. 207,5 kiló volt az eddigi világcsúcs, és 210-en kezdtük. Az sikerült, utána következett a 220 kiló, az is sikerült, és aztán meg a 230, és az is sikerült, úgyhogy 230-al fejeztem be, 230 kilóval fejeztem be, ami új világcsúcs is lett. A te versenyed milyen volt így számszakilag? Hát nálam azt tudni kell, hogy 2015 őszén szereztem egy nagyon komoly sérülést, elszakadt a combhajlítóm, és én idén januártól nagyon lentről kezdtem el felépíteni magam. Ugye májusban volt a magyar bajnokságot, már egy egész jó eredményt sikerült elérni. Már fájdalom is elmúlt, közben én technikát is váltottam, tehát egy ilyen szumó stílusba kezdtem el felhúzni, pont a sérülésem miatt. Ez mit jelent az a szumó stílus? Egy széles terpezbe. És így 40 fölött a váltás az nem zökkenőmentes, mert ugye 20 évig szűk terpezbe versenyeztem, ez olyan, mint egy boxoló alapállást vált 40 évesen, nem szoktak. Csak én rá voltam kényszerülve. És akkor ebbe az új stílusba készültem az idei évre, és hát igazából azt mondhatom, hogy nagyon izgultam, mert 305 kiló volt tavasszal, ameddig eljutottam ebbe az új stílusba, és itt a VB-n a második fogásom volt a 310 kiló, tehát sikerült azért visszaerősödnöm. Csak pont ez volt a súly, amin annak idején megsérültem tavaly ősszel, tehát nekem itt ilyen külön izgalmat is kiutott. Pszichológiailag is. Igen, mindenhogyan. És aztán sikerült teljesítenem viszonylag könnyen második fogásra, és harmadik fogásra 315 kilót is teljesítettem, úgyhogy én maximálisan elégedett vagyok. Ez is világcsúcs lett? Igen, igen, igen. Azt tudom, hogy beszélgettünk már jó párszor, mindig vissza akartál vonulni. Most hogy állsz ezzel a projekttel ezek után? Milyen terveid vannak még? Hát ugye amiatt tört meg ez a dolog, hogy nem hagytam abba véglegesen, hogy időközben korcsoportot váltottam, ugye masters lettem, és ezt már akkor is tudtam, hogy a másfél évvel ezelőtti teljesítményemmel simán tudom a világcsúcsokat dönteni. Aztán ez motivált, hogy visszatérjek, ennél a szövetségnél sikerült, és november 12-én kezdődik Louisianában a WPC, ez egy másik nagy világszervezetnek a világbajnoksága, és már elkezdtem arra a felkészülést, és ott szeretnék 3-15 fölé menni, és ott is világcsúcsot. Ott is világcsúcs? Ez a szervezetektől független nem, világcsúcs? Ott egy picit magasabb, ott ugye pont 320 kiló a világcsúcs, tehát a 321-et tudnék húzni, azzal már az lenne. Az ellenfelekről mit tudni? Nem, még korai, tehát még nincs meg a versenykiírás. Meg Amerika az mindig egy ilyen kicsit ilyen sötét ló, hogy ott nem tudni, hogy ki várható, tehát az majd a versenyen derül ki. És Laci bácsi, te hogy tervezed a karrieredet még, hiszen most kezdted a versenyt. Még vagyok aránylag, hát én még szeretném folytatni, ameddig bírom az egészségem megengedi, szeretném még egy jó néhány évet folytatni, szeretnék még erősödni.
És a család mit szól hozzá, hogy a, hát nem tudom, kicsit... nagypapa vagy-e, vagy... Vaj, négy unokám is van. Szóval mit szólnak hozzá, hogy a papa ilyen hát, férfias sportágot kezdett elűzni? Kicsit furcsán néztek rám az elején, hogy talán megbolondultam, de most már kezdik belátni, hogy nem is annyira nagy hülyeség ez, még így öregen is elkezdeni a sportot, így komolyabban is, és most már mindenki, az egész család kezd mozogni, mindenki sportolni akar. Vannak követőim, a lányaim, az unokáim. Versenytervek? Nem tudom, készülsz-e te is Louisianába? Oda nem készülök, oda én nem megyek. Hát... Nem tudom, hogy szerintem kibeszéltük, alapvetően kiveséztük itt a témát. Örülök neki, hogy nem vonultok vissza, örülök neki, hogy egy ilyen nagyszerű karrier veszi még így is a kezdetét. Két világcsúcstartó világbajnokkal beszélgettem a mai adásban, a Botondese versenyzői voltak velünk, Molnár Tamás és Kis László. Köszönöm, hogy bennünket választottak.